Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy 2023-ban, tehát az előző teljes év alatt mik voltak a kedvenc sminktermékeim, és miket tartanék meg, ha csak egyetlen egyet választhatnék minden kategóriából. Utálom az ilyen videót! Na de nézzük! Na, hát kezdjük ott, hogy lemostam teljesen az arcomat, és nincsen rajta most semmi, csak le van tisztítva, és akkor innentől arcápolási dolgokat fogok először felrakni, de szeretném aláhúzni háromszor, hogy itt most mindent smink tekintetben nézünk. Igen, szóval a lényeg az, hogy az arcápolási esti rutinom nem feltétlenül ugyanaz, mint amit most itt smink alá készítenék. Az első dolog, amit sminkelés előtt használok, az egy szérum, és idén, bocsánat, 2023-ban, de tavaly fedeztem fel, illetve tavaly jött ki ez a, L'Oréal Revitalift Filler szérum. Ezt a Glamour Beauty Fesztiválon fedeztem fel egyébként, és nagyon megszerettem, és ezt azóta is használom. Naponta kétszer lehet, én általában nappal is smink alá szoktam rakni, vagy pedig arclamosás után közvetlenül, amikor arclamosó után a bőrömet ugye le akarom még hidratálni egy kicsit, akkor a hidratáló krém alá, estére viszont nem ezt szoktam használni különben, hanem a, még mindig a Kies Recovery-t Midnight szérumot. Ezt éjszakára ezt szeretem a legjobban, de most is sminkről van szó, az ugye éjszakai szérum, tehát smink alá soha nem azt használom. Ezt azért szeretem nagyon, mert nagyon könnyen beszívódik, nagyon kis sejmes, könnyű érzés tényleg, és úgy érzem, mintha ilyen kis azonnali rugalmasságot adna a bőrömnek, azonnal, ahogy hozzáérek, hidratáltabb érzése van, és nyilván így az alapozó is szépen fog rajta mutatni, vagy bármi, amit raksz. És akkor erre most arcápoló krém kedvencem. És megint nappali krémnél maradva és smink alá maradva, mert éjszakára nem ezt használom. A Neutrogena-nak ez a Hydra Boost-ja, ami egyébként egy water gel, tehát ez azt jelenti, hogy egy nagyon kis, könnyed állagú, zselés állagú egyébként, és ezt nagyon imádom, mert amellett, hogy szereti a bőröm is, amellett tényleg nagyon kis, könnyed és könnyen beszívódik az alapozó alatt, tehát nem lesz olyan problémám, hogy csucsogni fog tőle a bőröm, vagy bármi, akkor is a No Makeup Makeupot fogok rárakni, vagy csak egy fényvédőt, az is lehet, vagy egy komolyabb alapozást, akkor is szeretem. Úgyhogy ha csak egy arcápoló krémet tarthatnék meg, akkor ez lenne az emiatt. Viszont ezt úgy érzem, hogy elég könnyed, ami a smink alá pozitívum, arcápolás szempontból éjszakára azért egy komolyabbat szoktam felrakni. És akkor ezek után a következő kategória, amit nem is biztos, hogy mindig alkalmaznék, de azt is meg akarom nektek mutatni, a primer. Primert ugye leginkább akkor szoktam használni, ha nagyobb alapozásra készülök, ilyen alkalmi smink, tehát nagyobb fedésű, komolyabb alapozásra egyrészt. Másrészt meg például akkor is szoktam rakni, ha mondjuk nem használok feltétlenül a szérumot és hidratáló krémet egyből most. Például olyan esetben, hogyha megcsináltam az arcápolásomat, de aztán elmentem még egy mosást elindítani, ezt azt csinálni, és egy óra múlva ülök csak ide sminkelni, akkor nem biztos, hogy újra felrakok minden krémet, szérumot, stb., hanem van, hogy akkor már csak ezt rakom alá. Hát attól is függ nyilván, hogyha mondjuk nyár van és megizzadtam mosogatás közben, akkor letakarítom megint az arcomat. De hogyha nem történt tényleg semmi az arcommal, akkor nem szoktam megint letisztítani szerencsétlen, mert azért elég érzékeny is a bőröm, hanem az egyébként mondjuk, hogy még tiszta bőrömre azért ezt szoktam felrakni közvetlenül. De hogyha arról van szó, hogy már rég takarítottam le, és rég hidratáltam, akkor azért felrakok mindent, akkor is, ha már megvolt az arcápolás. Egyébként ezt azért is szeretem nagyon ezt a primert, mert ez is ilyen nagyon jó érzés tényleg. Meséltem nektek már, vagyis hát láttátok, hogy voltam nővéremnél, a kozmetikus nővéremnél ilyen kollagénes arckezeléssel, amikor konkrétan látod a kollagén szálakat az arcbőrödön, és azokat masszírozza be. Na, azt a hatást körülbelül el tudom érni, így hirtelen érzetre ezekkel. Tehát így, amikor ezt a szérumot így felrakom, akkor van egy ilyen ruganyos, nagyon pozitív értelemben vett gumis, vagy nem is tudom, milyen érzés az arcomnak, és én ezt nagyon-nagyon szeretem, és nem csucsog, és tényleg, mintha így hirtelen feltöltötted volna. Úgyhogy ez alapozás alá fantasztikus szerintem.
Egyébként azt megemlíteném, hogy ezt a primert jelöltem meg a 2022-es ugyanilyen videómban kedvencemnek, ezt a Ten Sensation-t a Catrice-től, és kezdjétek el, hogy ezt még most is szeretem egyébként. Erről pusztán azért szoktam le, mert közben más lett a rutinom, vagy nem is tudom, tehát hogy így nem azért, mert nem vált be, vagy bármi bajom lenne vele, és ez azért is nagyon jó, mert egyszerre hidratál is, meg mindent csinál, tehát ez a Ten Sensation azért a neve, mert 10 funkciót lát el, és használhatod primerként is, meg krémként is, tehát akár azt is csinálod, hogy a letisztított arcbőrödöt csak ezt felrakod, és egyből az alapozót, nyilván ez bőrtípus függő is, vagy a primerre ezt rakod rá, és van egyébként egy nagyon picike kis UVA protection is benne, SPF 15-ös, tehát igazából ezt máj napig most is ajánlanám, csak most, ha egyet kéne mindenből megtartanom, akkor most pont nem ez lenne az. A következő kategória legyen a fényvédő. Na most ez, nem tudtam, hogy ezt hogyan kategorizáljam, mind a kettőt megmutatom nektek inkább. Az egyik fényvédő, ami a kedvencem, az a Cosrx-nek, ez a, úristen, milyennek a neve, Aloe 54,2 Aqua Toner Sunscreen, blablabla, SPF 50+, PA++++, szóval ennek ilyen rövid neve van, az a lényeg. Róla már csináltam nektek videót, és egy fényvédős videóban a kérdéseitekre is válaszoltam, meg nagyon sok mindent elmeséltem, és ott le is teszteltük, azért is tartanám meg mindenképpen ezt, nagyon szívesen. De egyébként föl is rakom most az arcom egyik felére, mert meg akarok egy másikat is mutatni. Szóval azért is szeretem ezt nagyon, mert nekem kombinált a bőröm. Emellé, tehát ez azt jelenti, hogy T-vonalban kicsit hajlamos zsírosodásra is. Emellé, még ráadásul... izzadós vagyok. A bőröm maga nem az a kifejezett zsíros bőr, viszont izzadós vagyok nagyon. Tehát ez azt jelenti, hogyha én mozgok, ha fázok, hanem izzadni kezdek. És nyáron ez ugye nagyon fontos szempontos minkalá, meg a napfény, vagy mi ez a fényvédővel kapcsolatban is. És képzeljétek el, ezt ott teszteltem is abban a videóban, hogy nagyon jól működik nekem ennek ellenére is mink alatt, tehát nem lesz, nem fogja leoldani, nem lesz ilyen csucsogós, izzadós. És még úgy is nagyon jól működik, hogy a sminkre, a késsminkemre egy kis pamacskával utólag rátapogatom és föltapogatom még ezt pluszba. Tehát, hogyha fel akarom frissíteni. Ha érdekel titeket ez a téma, megmutattam ott az utcán, frissítem fel, nézzétek meg azt a videómat mindenképpen. Na most az arcom egyik felére ezt felraktam, és ezt nyilván lehetne, most ugye itt minden terméket meg akarok mutatni, azért raktam fel mindent is, de ezt lehetne úgy is használni, hogy nem raksz alá semmilyen más hidratálót, meg primert, meg ilyesmit, mert ez egy nagyon gazdag krém. És én ezt nagyon ajánlom, mert számomra ez egy csoda, ez a fényvédő tényleg. És akkor, hogyha nem konkrétan alapozni akarok mondjuk, meg egyébként ezt a fényvédőt nyilván önmagában is lehet használni, csak most is minkről beszél, akkor viszont, ha nem ilyen no make-up make-upot, akkor a másik fényvédőt tartanám meg, tehát most ezt nem tudom, egybe mondjam el, mert ha csak egyet tartatok meg, akkor viszont ő maradna, hogyha szigorúan vesszük ezt, mert ő már alapozó is majdnem, tehát ez is egy fényvédő, erről is csináltam nektek mostanában videót, ez a Garnier-nek a C-vitaminos Daily UV Glow fényvédője, ezt felrakom emára. Ja, és egyébként most nem annyira figyeltem, de nyugodtan fel lehet mind a kettőben rakni, tudjátok, ezt a két ujjas módszert, a teljes arcra, és egyik sem lesz nehéz egyáltalán miatta, sőt, még többet is fölbírok egyébként, mert a rétegződés, vagy a rétegezés miatt a pirossága jól, akár még többet is föl szoktam rakni. Szóval én azt akartam mondani, hogy ha csak egy darabot tarthatok meg, ami fényvédő funkciót lát el, akkor viszont ez lenne, mert ezt tudom használni teljesen önmagában úgy is, hogy nem rakok alá semmit, se szérumot, se hidratálat, se semmit, csak ezt, és ezt lepuderelem, és akkor az úgy nekem egy alapozó gyakorlatilag. A hátránya, hogy kicsit narancsos, úgyhogy nekem le kell puderelnem mindenképpen, illetve ha valakinek nagyon hideg a bőre, vagy nagyon világos a bőre, akkor nem lesz jó. Akkor lehet, hogy ez a narancsosság nagyon ki fog ütni. Vagy tényleg nagyon egyensúlyozni kell puderrel. Viszont, meg hát nagyon glow, tehát akinek, aki izzadós, meg akinek kombinált a bőre, mint én, nehogy isten zsíros, akkor biztos, hogy vagy nem lesz jó, vagy pedig le kell puderelni, de én lepuderelem, és úgyis nagyon tuti egész nap tényleg. Egyelőre 40 fokban nem tudom milyen lesz, én látom képzelni, hogy még akkor is vállalható lesz lepuderelve. De azért ez nem annyira csillagtelen, mint ez. De azért én mindenket lepuderelem, hogyha a sminkra van szó nyilván.
Na, és lényeg az, hogy akkor, hogyha fényvédőről van szó, és tényleg csak egyet tarthatunk meg, mert ez most nem tudom micsoda, milyen kategóriában, mert gondolkoztam rajta, hogy ez no make-up alapozó kategóriában legyen, mert én arra szoktam használni, vagy pedig fényvédő kategóriában, és most ezért nem tudom, hogy ír-e, ha mind a kettőt megtartjuk, de lényeg az, hogy ha csak fényvédelemről van szó, akkor őt, ha arról van szó, hogy színezettsége is legyen, tehát ilyen no make-up, make-uphoz is megfelelő, akkor meg őt tartanám meg. És akkor itt nem tudom, hogy ha őt megtartom, és ezt már simán lehet alapozóként használni, akkor ére, ha még egy alapozót is megtartok, mert van alapozó kategóriám is. A 2022-es összesítőben a L'Oréal Tinticérumot neveztem meg egynek, hogyha ilyen alapozásról van szó. Bár ez igaz, hogy nem alapozó, hanem tinticérum, mi is az színezett szérum. De akkor is azt választottam volna, ha csak egyet választottok, mert azért építhető és puderrel, meg főleg elég jó fedést is el lehet érni. Mindeközben meg lehet no make-uphoz is használni. Na most a no make-upot én ezzel kipipálom, ezzel a Garnier-vel, viszont rá is tudok akár alapozni, és viszont hogyha emellé már jó fedésű alapozót keresek, akkor viszont már alapozó alapozót szeretnék. Tehát a L'Oréal most ezért esett ki, és akkor viszont mindig visszatérek a MAC Studio Fixhez, még mindig, akárhány nagyon jó alapozót is találtam idén egyébként, vagyis hát 2023-ban nagyon sok nagyon jó alapozót találtam drogéria szinten is. Egyébként még nagy kedvencem a Chanel Vitalumi Aqua, még nagy kedvencem, itt van az is. És ezt csak azért nem ezt tartanám meg, ha egyet tarthatok meg, mert ennek viszont nagyobb a fedése. És ha már alapozó. Ó, de nehéz. Meg ez olcsóbb, ez könnyebb újra menni. És jóval olcsóbb, fele annyiba kerül. Meg még kedvezményem is szokott rá lenni. Na jó, maradjon a MAC, de nagyon nehéz eldönteni, mert egyébként őt is imádom, nagyon szeretem a Clinique Serum Foundation-jét is például, ezt a Even Better, ezek közül azért úgy nagyon nehéz választanom, most a MAC-et mondom, de szerintem ez a három kedvencem kb. A legrébegebb óta meg ez a MAC. És akkor most felrakom mind a két oldalamra, mert egyébként mind a kettőt le lehet alapozni, hogyha úgy van. De azt a Garnier-t, ezt mondom, ezt nem is szoktam, ezt csak puderelni szoktam. Megfogok egy turbosztéma a Kabuki Foundation Brush-t. Mindjárt egy pillanat. És meg egy tükröt, és akkor ezt a Studio Fix-et nagyon kis lájtosan mind a két oldalamra felviszem. Egyébként ezt a Studio Fix-et azért is szeretem nagyon, mert ha akarom, lájtosan is tudom használni, ha akarom, akkor nagyobb fedést is tudok vele elérni, és iszonyú kevés kell belőle tényleg egy lájtos fedéshez. Azt nézzétek el nekem, ha véletlenül az orromon láttok hámlásokat, mert sokat fújtam mostanában, és sajnos lehámlott kicsit szegényként. Egyébként az is érdekes téma, ez a videó az élő példa arra, hogy én nagyon-nagyon-nagyon nehezen választok ki egy terméket, mert én tényleg azt gondolom, hogy az, aki tudatában van azzal, hogy hogyan sminkel, mit mire használ és miért, ismeri már a saját bőrét, stb. Szerintem annak általában tényleg nem szokott olyan lenni, hogy egy alapozó, meg egy puder, meg egy nem tudom mi. Ez ugyanolyan, mint ahogy például minél több mindent tudsz főzni, annál több minden elére van szükséged, vagy cipő, legyen cipő, ahhoz mindenki tud kapcsolódni. Egyszerűen képtelenség funkcionalitásában is egyetlen egy cipőt választanom, mert most nem mindegy, hogy tél van, úristen, ez a legjobb példa, ez a cipő példa. Tehát ugyanúgy, mint ahogy nem mindegy, hogy milyen cipőt veszel fel, ha esik az eső, ha kirándulni mész, ha nyár van, ha hideg van, vagy ha mondjuk színházba mész, ugyanúgy, és tényleg nem tudsz egy cipőben mindent megoldani, bármennyire is a legjobb a cipő az adott kategóriájában. És ugyanez van a sminknél, de tényleg, hogy nekem egyáltalán nem mindegy, hogy étterembe készülök este, vagy állatkertbe készülök nappal, vagy most éppen nyár van, vagy éppen tél van, teljesen másképp készítem el a bőrömet, vagy fixálom, stb. És ezért gondoltam, hogy az ilyen videókat ezért nem szeretem, mert nem azért nem tudok megtartani egyet mindenből, mert herdálok, halmozok, és nem tudom, mi lehet, hogy az is igaz, de nem emiatt nem tudok ilyenkor egy listát felállítani egy darab termékből,
kell mindenből, hanem azért, mert egész egyszerűen nem egyet használ, nem egy félét. És hogyha jól tudod használni a sminktermékeket, szerintem azok nem, senki se egyet használ, mert van olyan nap, hogy meleg van, van olyan, hogy hideg van, és másféleképp púderelek például. Na mindegy, lényeg az, hogy felraktam az alapozót, jön a korrektor. Korrektornak mindenképpen egyébként a NYX Bare With Me-t választanám kedvencemnek, ez nekem a vanilla árnyalatban van itt meg, és ezt azért szeretem nagyon-nagyon, mert ilyen kis lighty, ugyanakkor azért van fedése, nagyon-nagyon kevés kell belőle, és bőrré válik tényleg, tehát nem is látszik maga a korrektor, mire felrakom, de ugyanakkor itt a kis pirosságaimon is segít, hogyha szeretném, akár hogyha egy no make-up make-upot csinálok, és az alapozó, vagy ugye akár az a glow, fényvédő nem fette el eléggé, akkor még ezzel akár rá is tudok segíteni, ha nagyon akarok, de közben meg nagyon kis szép bőr textúrát hagy maga után, és nem is gyűrődik, szóval nagyon szeretem. Egyébként az előző témához még annyit, hogy arra gondoltam, és már el is kezdtem felvenni azt a videót, úgyhogy lesz ilyen videó, hogy pont ezért, mert én nem tudok egész egyszerűen választani egy darab terméket egy darab kategóriában az előző okokból, amit az előbb kifejtettem. Ezért arra gondoltam, hogy csinálok nektek egy olyan videót, amikor egy héten át megmutatom, hogy milyen sminkeket hordok. És akkor már elkezdtem, úgyhogy most már tudom mondani, az első három napot már fel is vettem, ez a negyedik napom, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan sminkelem ki magam, hogyha az állatkertbe megyünk, meg megmutatom, hogyha borkostolóra megyek, mit rakok magamra, stb. Stb. Remélem, hogy ez majd érdekel titeket. És nem lesz túl uncsi. Na, aztán térjünk át a krémes kontúrra. Hát nekem 2023 legnagyobb felfedezése, de szerintem az egész sminkes pályafutásom eddig a legnagyobb felfedezése, az mindenképpen a Danessa Myrix, de tényleg, és hát ebből a Groundwork palettából ugye igazából mindent megoldhatnék, de azért továbbra is az van, hogy igaz, hogy megoldhatok mindent ezzel a palettával, de még mindig vannak kedvenc más termékeim ettől függetlenül. Például ugye lehetne szemöldökre ezt használni, és szoktam is, de ettől függetlenül van másik kedvenc termékem szemöldökre. Viszont kontúrból, ami nekem nagyon-nagyon bejön, azok például ezek a színek itt. Ezzel, meg ezzel olyan jól tudok teljesen természetes krémkontúrozást csinálni, ami nekem nagyon tetszik. Tehát látszik is itt egyébként, hogy itt ki van egy kicsit, nem takarítottam le most direkt a videó előtt, bocsánat. De lényeg az, hogy ez itt látszik is, hogy ezt szoktam a legjobban beauty blenderrel, vagy a legtöbbet benedvesített beauty blenderrel így használni, és ez azért tetszik nekem nagyon, mert iszonyat lightos ez a krém állag, tartós is, és nagyon könnyen pár mozdulattal ennyi volt igazából a kis satír, vagy a kis füst, amit föl lehet tapogatni, és ugye ezt nem bronzosítónak, hanem tényleg kontúrnak használom, tehát természetes hatásért. És hogyha azt szeretném, hogy ilyen no make-up, make-up feelingje legyen a sminkemnek, akkor is teljesen jó és elég is, és utána én viszont konkrétan bronzosítónak, meg fel szoktam rakni rá még egy poros színt. Akár ebből a palettában is lehet, mert ugye itt krémes és porosok vannak egymás mellett, vagy akár egy másik bronzosítót is. Na hát nem tudom, mennyire látszik, remélem látszik azért videón keresztül, hogy itt igazából az összes részen egy kis árnyat kell tényleg csak látni, tehát hogy amikor azt szeretnéd, hogy arcformázd tényleg, akkor ugye szürkés árnyakat szoktunk rakni. Ide nem raktam egyáltalán. Hát nem is tudom, hogy tudom ezt jól megmutatni, egymás mellett. Itt pedig vannak árnyak. Le van kontúrozva, de annyira természetes tényleg, mert pont olyan színű, mint az árny. Árny színű. Na és én ezt például nagyon szeretem benne, de hogyha erősebbet szeretnél, akkor nyilván raksz hozzá valami erősebb szint is, vagy bronzosabbat bebarnítod jobban, hogyha valami bronzosabbat szeretnél, tehát arra is van lehetőség, vagy bronzosítani. Viszont a legjobban én erre az árny elérre is szeretem ezt a kontúrt. Ha pedig porkontúrt kell választanom, akkor ez a kettő lenne, amit mutatok nektek, és azért ér megmutatnom ezt is, mert ebből már kifogyott a világos. Igaz, mondjuk van egy új palettám ebből, mert vettem még egyet.
Miután láttam, hogy fogyni kezd, mert annyira imádom, ez a Catrice Jungle Book Shorts paletta, nem tudom, most kapható-e még, úgyhogy azért is akarom mindenképpen ezt megmutatni, mert ez viszont egy állandó terméke a Heannak, ez a bronzer, ez a 400 cappuccino árnyalatban van meg nekem, és ez körülbelül olyasmi színű, mint ami itt ez a világos volt, viszont a világos színt azt amúgy se tudnám most ebből már használni, úgyhogy érem ezt megmutatom, és kész. A Turbo Steamer Face Brush-sal megyek rá ezzel, hogyha csak port szeretnék használni, vagy ha pluszba szeretném fixálni ugye itt a krémes kontúromat, vagy akkor is, hogyha fixálni szeretném a már fölvitt krémes kontúromat. Ez egy ilyen tök jó kis világos szín egyébként viszonylag, tehát ez is csak ilyen árny ráerősítés funkciót lát el, és aztán erre rá fogok még egy kicsit bronzosítani. És a bronzosító meg a kontúr az egy kicsit egybefolyik ilyen szempontból nálam is. Ugye a kontúr az egy hidegebb barna, a bronzosító az egy melegebb barna hivatalosan, hogy azzal meg napsütötte hatást érjünk el, viszont én itt a kontúromra is, a kontúr helyére és kontúr célból is fel szoktam rakni egy pici bronzert is. És a bronzosító, mint olyan, amilyen narancsosabb lesz, és akár fényes is, arra meg egy másik terméket szoktam használni, de majd azt is meg fogom nektek mutatni. Szerintem krémkontúrt a 2022-es videóban nem is mutattam nektek. Porkontúrnak meg a NYX kontúr palettáját használom 100 milliárd éve, és azt szerettem legjobban mindig is, egészen odáig meg nem jelent ez a Catrice, és most is szeretem amúgy, ez a Catrice arcpaletta, viszont mert önmagában csak ez, nekem azért nem elég kontúrozni, mert ez nekem világos, és ehhez meg ez a nagyon ideális szín nekem még kontúr célra, és most nem a bronzosításra, hanem kontúrra használni, még ráerősíteni. Tehát önmagában ezzel a H&M-nal magyarul nem lennék meg, akkor, hogyha nem lenne a Catrice palettám még a H&M mellé, akkor a NYX-et választanám, mert abban meg van mind a kettő. Világos is, meg sötétebb is. Na és akkor így, ha megvagyok, a kontúra lepudereltem mindenhol, akkor még ezzel kicsit sötétebbá rászoktam ide. Még egy kicsit erősíteni. És ez még nem a bronzosítás, mert a kontúr az itt van, kb. Ami kicsit vékonyít, ugye, meg ilyesmit jelen használom. A bronzosítót meg egy picivel följebb fogom rárakni. Az meg már olyan majdnem pirosító helyére megy. Pirosító alá. Igazából, meg a kontúr fölé. Ha valakinek nem teljesen tiszta, hogy melyik hova megy, és melyik milyen árnyalat, meg ilyesmi, akkor nézzétek meg a kontúrozós videómat is, mert olyat is készítettem már nektek, és ott nagyon-nagyon részletesen elmagyarázom ezeket. Na, ezzel meg egy kicsi sötétséget, meg egy kis bronzosítást visszaadtam, ez bennem a láthatatlan természetes verzió, ugye? Púdernek, ha csak egyet választhatok, akkor én kénytelen vagyok mindenképpen matt púdert, vagy mattítóbb púdert választani, és ugye itt van az, hogy van, amikor viszont direkt szeretnék fényeset is felrakni, de most csak egyet választhatok, és mivel az jó nyáron is, amikor meleg van, és jó, amikor izzadok, vagy jó utánpótlás, amikor már izzadtam, ezért akkor olyat választok, ami erre a funkcióra is jó, meg a pórusaimra is, lightos és nagyobb sminkhez is, ezt a funkciót így mindent ellát, vagy a L'Oreal, és ezért mutatom meg mind a kettőt, mert ez körülbelül majdnem teljesen egyforma, talán ez egy kicsit nagyobb fedésű, meg egy kicsit intenzívebb, de egyébként mind a kettő szerintem nekem számomra teljesen jó, és mind a kettő majdnem egyforma. A L'Oreal True Match-nek ez van nekem meg, ez most a 2N Natural árnyalat, ez meg a 120 Classic Ivory, és igazából tényleg majdnem mindegy, hogy melyiket használom, most ezt fogom, mert ebben van kevesebb. Ezt szoktam úgy is, hogy direkt ilyen kis puffnival tapogatom föl, hogyha még jobban szeretném elmélyíteni úgymond a fixálásomat, hogyha szeretném, hogy mondjuk tudom, hogy jobban fogok izzadni, akkor mondjuk így rakom föl, ugye, vagy tudom, hogy hosszabb távon kellene védenie, tehát például az izzadástól, fényléstől, vagy hogyha úgy nagyobb mennyiségben szeretném felrakni, akkor így szoktam, és ez teljesen mindegy, hogy melyik a másikat is rakhatnám, mert körülbelül ugyanaz a hatása tényleg a kettőnek, meg körülbelül ugyanúgy néznek ki.
Ha csak lájtosabban szeretném használni, akkor meg egy nagy púderecsettel szoktam úgy mindenhol átsuhanni, ez a Turusima Powder Brush, tehát a nagyobb púderecset, meg a nagy púderecsettel szoktam így a nyakamra is levinni, innen, így. A kisebb területen meg a Turusima Small Powder Brush-sal szoktam így betapogatni, meg ahol egy kicsit intenzívebben kell használni, de ha útközben vagyok, akkor például a pufnival szoktam fölvinni, szóval ez is ugye ilyen szempontokból is változó, de lényeg az, hogy ez jól lemattít és tartósítja úgymond a sminket, és ha csak egy pudert adhatnék meg, akkor ez lenne, vagy ez, de igazából tényleg a kettő az majdnem ugyanaz, szóval majdnem mindegy. Következik a szemöldök kategória. Na most nagyon sokáig a brow, vagyis hát igazából ez a három mindig is kedvencem volt, de nagyon sokáig a Bourjois-nak a brow fiber, vagy mi is annak a neve, azt emlegettem nektek, és most is azt gondolom, hogy spirálból az a legjobb, viszont mostanában egy kicsit annál természetesebbre szoktam csinálni a szemöldökemet, mint annó azzal. Azt akkor szerettem leginkább, mikor egy picit azért fel akarom állítani, de azért nem annyira boszorkányosan, de olyan trendnek megfelelően. Mostanában annál még természetesebben szoktam megcsinálni, sokszor tényleg csak annyira, hogy éppen egyformább legyen, mint most, meg éppen behúzok egy-két szálat. És azért van itt nálam kettő most a kezemben, mert nem hiszem, hogy ezzel meg tudom még csinálni. Nem rendeltem még újat belőle, de fogok, mert ő most a jelenlegi abszolút kedvencem, ez a Regi Beauty-s szemöldök ceruza. Mert egyébként van egy fésű az egyik végén, a másik végén meg szerintem már nincs. Ennyire tudom kitekerni, csajok, ezt nem fogom tudni szerintem, de megpróbálom, hát ha még így. Szóval ezzel meg annyit szoktam csinálni, hogy tényleg ennyire, csak így át, még várjátok, látod. Ennyire csak kitöltöm itt a lyukat, meg itt lyukas még, és ott egy picit így besatírozok. Aha, amikor van hegye, akkor kicsit így fektetve a hegyével satírozok, amit most nem annyira tudok megcsinálni. De halljátok, még most is meg tudom mutatni, még ennyire kifogyott állapotban is. És valamiért ennek annyira pont eléggé fog, hogy csak így ennyit csinálok, egy picit legyen rendezettebb szemöldököm, de egyébként meg alig akarok hozzányúlni. És a leggyorsabb megoldás, legtermészetesebb, akkor én mostanában ehhez szoktam nyúlni. És még halljátok, lehet, hogy meg tudom ennyire kifogyottan is csinálni vele még egyet. Csak még egy szemöldököt. És akkor ott, ahol ki kell toldani, ott egy kicsit jobban rá nyomom, ott meg, ahol csak így egyformábbra kellene hozni, ott meg egy kicsikét ilyen kis satírozós mozdulatokkal belesatírozgatok. És ennyire merőlegesen nem szoktam tartani, amikor van hegye, de most ugye csak így tud hozzáérni még az anyag, egyáltalán a bőrömhöz. Szóval valahogy így szoktam mostanában legtöbbször megcsinálni, úgyhogy ez az. Jó, akkor ő marad a listámon, mert meg tudtam mutatni. Egyébként a második helyezettem meg az Urban Decay Brow Blade, azt a 2022-es videóban megmutattam nektek, hogy hogyan használom. Mostanában tényleg csak annyit szoktam megcsinálni. Egy-két szállat így behúzgálok ott, ahol lyukas és kész, aztán úgy megyek vele tovább. De ilyen Regi Beauty szemöldök ceruzát viszont még szereznem kell. Ennek annyira jó volt tényleg, pont az állaga, a színe, a használata, tartóságra is szeretem, úgyhogy minden szempontból. Úgyhogy most őt tartanám meg, vagy ő lesz, amit újra is fogok venni, ugye. Szemhéjbázisnak természetesen az Urban Decay Primer Potion tartanám meg, de bajban vagyok, mert a Fényunikról szoktam rendelni, és sajnos most már nem lehet, vagyis most ebben a pillanatban lehetne, de már készlethiányos, és most már be fog zárni a Fényunik április 3-án, és a Sephora-ból pedig csak a franciából lehet ide rendelni hozzánk, ahol van Urban Decay, és a francia ugyan szállít ide, de abban a Sephora-ban pont nincs Urban Decay. Máshol, ha véletlenül felelhető, például a Not In On Urban Decay, akkor a színárnyalatot nem szokták tartani. Szóval sajnos le kell szoknom róla, vagy Amerikából kell behozatnom, vagy megrendelnem, meg tudom mondani, és rendelni, csak akkor rákerül az áfa, vagy sógorommal, aki Amerikában él, majd hozatok, na mindegy. De lényeg az, hogy ő az abszolút kedvencem máj napig, 10 éve, de mostanában bevallom, hogy kevesebbet használtam, mert mostanában nagyon-nagyon szeretem a Groundwork palettából azt a módszert használni, hogy felviszek egy kis krémes bemélyítést,
valamelyik ilyen színből, azt ide fölviszem egy sima blending brush-sal, egy turiszti blending brush-t szoktam használni, ugye, azt ide fölviszem, kicsit behordom, kicsit felhordom, és akkor utána akár nem is viszek rá világosat, vagy ráviszek újba egy kis világosat, az is jó, hogy szemhéjaknak, és akkor rápúterelek valami, mármint porolok valami kis lightossal, és ahhoz viszont nem kell szemhéjbázis egyetlen, mert ő maga szemhéjbázis, ugye. Az összes krémben a palettában ugye szemhéjbázisnak is használható, és arra ráporolsz. Úgyhogy ha külön kell egy szemhéjbázist megneveznem, akkor ez az, de egyébként mostanában nagyon sokszor ő. És akkor bajban vagyok, mert most meg kellene határoznom a szemhéj púder palettát, hogy mit tartanék meg, és most megint nem tudom, hogy ez a két kategória fedi egymást, vagy nem, mert ugye a Danessa Grande paletta az mindenre jó, szemöldökre, szájra, arcra, kontúra, szemhéj pornak, szemhéj krémnek, tusnak, mindennek is, tehát igazából mondhatom volna, hogy megtartom ezt a palettát, és kidobok minden mást. Nem. De lényeg az, hogy ezzel lefedek ugye szemhéj alapot is, meg szemhéj puder palettát is. Egyetlen probléma vele, hogy ugye ez az alapokra is mindenre jó, de alapokra. Tehát ugye, hogyha csak ezt az egy darab palettát tartanám meg, mint szemhéj puder paletta, akkor semmilyen más minkem nem lehetne ezen túl csak barna. Úgyhogy emiatt nem ő lenne, ha csak egy darab palettát tarthatnék meg, de erősen begondolkozok, mert az meg annyi mindenre jó, és ezt tényleg minden nap forgatom, aztán kiegészítem. Mert a leggyakoribb az, hogy barnával mélyítek be, ugye. Ez viszont a kedvenc palettám most jelen pillanatban, ha szemhéjpuder palettát kell meghatároznom, és ilyen hagyományos értelemben vett szemhéjpuder palettát, ez a Charlotte Tilbury Beauty Wears paletta, ezt kaptam magamtól karácsonyra, készítettem is róla videót, és ugye ebben van barna is, meg színes is, meg csillámos opcióm is, és ugyan nem krémesek ezek a színek konkrétan, nem krém, hanem ezek ilyen nem tudom mi ez, mert nem is por. Egyébként most ki fog jönni a Huda is, meg a Natasha Denona is, meg most ez lesz a trend. Danessa csinált először ilyen palettát, de most már elkezdett fölzárkózni az ipar többi része is, hogy lesznek most már olyan paletták, amikben vannak krémek. De ez ugye ilyen nagyon alap, azért is groundwork, tehát ez ilyen nagyon alap paletta olyan szempontból, hogy ebből tényleg minden alapot, ami kell, meg tudsz csinálni, tehát nem a színekre ment rá. Ez viszont színesebb, és akkor emiatt ezt választanám, hogy csak egy palettát lehet megtartanom, mert akkor viszont már választhatok színeset is, csillámosat is, barnát is, meg nagyon naturt is. Igen. Úgyhogy ez lenne, úgyhogy ezzel a palettával fogok most minkelni akkor. Viszont mellé már mondom is, hogy a következő kategóriám az krémes szemhéjfesték, vagy folyékony szemhéjfesték lenne, amire pedig a Danessa már részt ezt a Ballerina árnyalatú Color Fix Metallic színt tartanám meg. Ez azért jó, mert ezzel se kell feltétlenül szemhéjbázis, ő maga is egy bázis a kacis alá, és használhatod csak úgy, hogy ezt az egyet felkened a szemhéjadra, és mész is tovább, semmi más nem csinálsz, használhatod úgy is, hogy ráporolsz, használhatod tusnak is, számra is raktam egyébként már, mikor mindig meg is kérdezitek, mert a számon, mikor ezt használom. Szóval a lényeg az, hogy ez is ilyen multifunkcionálisra használhatod, highlighternek is, stb. Egyébként azért is nehéz most már egyre inkább megmondanom, hogy mi az az egy termék, amit egy kategórián belül megtartanék, mert ugye egyre több az ilyen multifunkcionális, amit mindenre is lehet használni, és akkor így egybe csúsznak. Na de a lényeg az, hogy ő lenne a szemhéjfesték, úgyhogy bele fogom kombinálni mindenképpen ezzel a palettával készült sminkemhez ezt is azért. És most felraktam az Urban Decay szemhéjbázist azért mindenhova. Turbo Steam-en blending brush-sal fogok ezzel a színnel bemélyíteni, és hát igen, tehát ez egy ilyen majdnem krémes, de nagyon brutál intenzív. Szedek is le a kezemről, nem is tudom, minek nyújtam bele ennyire. És ez ilyen krémes és por közti állag különben. Nem is tudom, hivatalosan ez powder szerintem egyébként. Az sincs ráírva, hogy hivatalosan powder-e. Mindegy, szóval nehéz eldönteni. Tehát nem olyan krém-krém, nem olyan korrektorszerű állag, mint mondjuk a Danessa krémek a palettában, hanem ez közelebb áll a porhoz. De iszonyú könnyű eldolgozni, és gyönyörű szép. Tényleg. Háttérszínnek a Turbo Steam-en Fluffy Blending Brush-sal fogok ebből felsuhantani egy picikét. Így a barnára rá, meg egy kicsit fölé.
Utána a Danessa Myricks-nak a Ballerina Color Fix Metallics kis személyi festékéből, vagy mi ez, fogok ide előre. Kicsit oda le is. Illetve így középre, meg az egészre rátapogatni egy kicsit. Úgyhogy errefele kevesebbet, ott is legyen egy kis felsejlő, kis csillámláska, de ott csak ilyen kis, nagyon finoman tényleg. Aztán előre rakok még egy kicsit többet. Hogy kicsit precízebben dolgozzunk, fogok egy Turgut Stime a Short Shader Brush-t, picike fejű szemhiányoló ecsetet, és azzal fogok még itt elől egy kicsit ezzel intenzitást adni még. Ez egy nagyon kicsit ilyen áttetsző szín, és ilyen vizes hatása van, de szeretnék ott intenzívebb highlightot kölcsönözni itt a sminknek, itt az elejében. És ezért még oda pakoltam egy kicsit. Oda. Illetve ugyanezt fogom a szemöldököm alá is rakni. Ott viszont nem hagyom majd önmagában. És ott óvatosan használom, mert egyébként brutál erős. Tehát csak úgy óvatosan. De erre fogom rárakni a Charlotte Tilbury palettából azt az ezüstöt, amit egyébként vannak, akik nehezményezik, hogy ez nem elég kenhető. Én értem, és elfogadom a problémát, viszont nekem tetszik annak ellenére is, mert így meg ilyen kis csillámdarabkás feelingje van ennek itt. Szóval ebből rakok ide rá, viszont intenzitás meg kenhetőséget például így lehet nevelni rajta. És így meg elég brutál fénye lesz. Hát egy kicsit túl is toltam, de nem baj. Most ilyen opciókat akartam mutatni nektek igazából, ha már csak egy terméket választhat az ember, ugye, magának, és ezt mondjuk be lehetne ide is rakni, intenzitást növelni, de nem akarom mindenhol egyformára, úgyhogy oda most nem rakok. De egyébként szerintem gyönyörű, szép. Jön magába is különben, de így meg így is. És akkor középen meg a Turbo Stime Eyeshader Brush-ra ezt a rózsaszínt fogom leginkább fölvinni. Így ide. Meg egy picit a lilából is mellé csempészek majd. Úgy középtájt hagyok neki egy kis helyet. Így. És akkor mellé közvetlenül ezt a lilát is. Ennek még fényesebb színe van egyébként. Megpróbálom úgy, hogy teljesen ne érjen ez a kettő össze. Itt azért ott is vannak meg csillanó kis részecskék, elemecskék, de az intenzitása itt, meg ott legyen meg, és a kettő közt legyen egy kis átmenet, mert ha teljesen összefolyik az egész, akkor már nem lesz szép. Így viszont egy álom szerintem. Szóval azért nagy tuszogva ellennék ezzel is, ha csak ezt a palettát tarthatnám meg. Meg ezt a Color Fix folyét, vagy akár csak a palettát, vagy akár csak a Color Fix folyét igazából, ezt a nem folyé, hanem Metallics család. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a termékeket, szóval nagy túlzokba bármelyikkel elkaristolnék egy időre, amíg el nem fogynak. A Turbo Stime Eyeshadernek az élével, tehát egy jó kis vékony szemhéjárnyaló ecset élével, még ide alulra rakok egy kicsit. Ugyanaz a barna, csak így egy kicsit tömörítettebb, ugye, hogy nem satírozom el ide alulra, és akkor ad egy pici plusz kontrasztot, meg egy nagyon picit ide fölülre is. De csak így éppen, hogy tértük azért, hogy a sötétebb legyen. Ugyanaz a barna, amit itt viszont elterítettem. De azért látszik szerintem. Különbség a hatásában. Szemceruzának ezt a pupát tartanám meg, ha most kellene egyet választanom, és egyébként is vagy a pupaceruzák közül, vagy a heanceruzák közül választanék valószínűleg. Most így gondolkodom, vagy az Urban Decay-nek a Glide On penszéje, igen. Na minden esetre ez azért is tetszik nekem nagyon, mert nagyon szép is, nagyon krémes, nagyon jól lehet vele dolgozni, jól satírozható, stb. Pici csillámkás, és tényleg látszanak a kis csillámkái, akkor is, hogyha felrakom a szememre, nem csak így szvacson, és legalább ez a sminkemhez is menne valamilyen szinten.
Úgyhogy mármint ez a palettához igazából, és azért nem fekete ceruzát választanék erre a célra, hogyha csak egyet tartatok meg, mert tust viszont szintén fogok megtartani, lesz mindjárt olyan kategória is, és akkor feketét már biztosítok magamnak, úgymond. Ezt meg itt a vízvonalam alá, meg egy kicsit a vízvonalra is raktam, és középről majd szeretnék még a palettából felvinni rá egy színt, de egyébként nagyon szeretem ezt a ceruzát. Úgyhogy ő lenne talán az, amit most választanék. Fáj a szívem, mert azért sok jó szemceruza van, meg sok jó szín, és az Urban Decay Glide on Pencil most is az egyik kedvencem, de abból csak zöld van nekem. Úgyhogy az meg most ehhez nem annyira menne. A Turbo Steam-e a Short Shader Brush-ra, a pici fejű szemhéjárnyaló ecsettel, és ennek az élével fogok egy kicsit még ide. Ja, itt mutatom közben még egyszer. Ennek az élével fogok rárakni, ide beletapogatni, meg alá, meg ahogy sikerül igazából, még egy kis fényt ebből. A kontrasztunkat neveztük el azért a barnából ebből, még egy picit, szintén a short shaderre ide visszahoztam rá, oda, csak a végébe. Hát tusban nagyon egyértelmű számomra, hogy most ez a Danessa Myricks nálam mindent lesöpört, egyébként díjnyertes termék is. Ez vízálló is, és ez az érdekessége, hogy 500-valahány szálból áll, tehát nem filces tus, hanem szőrszálas ez a tus, de közben a filces tusnak a precízségével rendelkezik, de közben az ecsetnek a rugalmasságával, hajlékonyságával, és gyönyörű szép feketén fog, félmatt a finise, és nekem most abszolút kedvenc, mert igazából ez így mindent ötvöz, amit én egy tustól elvárnék. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing in our way. Hát szempilla spirálnak pedig szintén egyértelmű számomra, ez tavaly is egyértelmű volt a 2022-es listámon, és jó volt, ha csak egyet tarthatnék meg, a Pat McGrath Dark Star szempilla spirál. Mondjuk ez most már lehet, hogy egy kicsit a végét járja, de már újra vettem, tehát ez már van egy friss is a polcomon, szóval én őt nagyon-nagyon szeretem, mert ezt az alakot is nagyon szeretem, ami ez a kis dundi, aztán vékonyodik, aztán újra dundi alak. Meg a jobban szeretek a szőrrel dolgozni, mint a szilikonossal, és ezt azért szeretem nagyon, mert ez tényleg nagyon meg is nagyobbítja, göndöríti is, tartós is, nem ragad föl, stb. Tehát igazából minden, amit egy spiráltól elvárok. Ezt nem is nagyon tudnám tovább tökéletesíteni tényleg. Ebben a szempilla spirálban különben még azt szeretem nagyon, hogy én nem szeretem a műszempillákat egyáltalán hordani, semmelyik féléjét, meg felrakni sincs kedvem, stb. Viszont ezzel tudok akkora pillákat csinálni, hogy nem szükséges. Mert ugye, hogyha csinálsz egy ilyen nagy tusvonalas minket, azért ugye eltűnik a szempillád eléggé, viszont azt se szeretem, mikor a szempilla miatt eltűnik a sminkem. Tehát, hogy ez szerintem így tök jó, mert teljesen jól látszik minden a sminkemből is, miközben azért nem veszett el a szempillám se, annak ellenére, hogy ekkora tusvonal van fent. Úgyhogy én ezt azért is nagyon szeretem, és ezt újra veszem, mikor fogyóban van minden kérdés nélkül. Na most, ha csak pirosítót kellene mondanom, akkor a Catrice-nek ez a pirosítója lenne egyébként a kedvencem, ehhez is nyúlok a legtöbbet, ez a Cheek Lover, ráadásul ugye ez kicsit fényes is, ez ilyen mai trendnek abszolút megfelel, ugye most fényes bőr, meg finish az egyébként is megfelelő, vagyis a trendy, és ráadásul az én bőrömön sem tűnik csucsogósnak ez is, tehát nagyon szép kis fénye van, ez a 010 Dahlia Blossom, igen.
Viszont egyébként az előző videómban, a 2022-esben őt neveztem meg, a Pat McGrath highlighter és pirosító blushing delights palettát. Ez most is egyébként így van, hogy egyébként ő az abszolút number van nálam pirosítóban jelen pillanatban. Viszont, főleg, hogy ebben ugye sok szín van és egy highlighter is, és pont a kedvenc színeim. Viszont, ha csak egy pirosítót kellene mondanom, akkor ő lenne az. Úgyhogy ezért most őt raktam ebbe a kategóriába, hogy ne ugyanaz legyen, mint tavaly. De azért ezt is megmutattam nektek, ő is ott van most is az első helyen, Turbo Steam-e a Powder Brush, és ezt a Powder Brush pedig a nagy púdrecsetet, pedig úgy szoktam használni, hogy ugye ilyen nagy fellehelés tényleg, tehát amikor egy ilyen kis suhanást szeretnék ide rakni, és nem is akarok olyan túl intenzívet, és így egy mozdulattal, vagy egy-két mozdulattal ugye már kész is van a pirosításom, és egy ilyen nagy kis elterült füstöt egyből rárakni, ezt imádom. Ezt a pirosítót is, meg ezt az ecsetet is, meg azért is, mert ezzel így egy mozdulattal kicsit följebb is húzom, és akkor már akár a highlightered is megvan, vagy legalábbis fényes a pirosító, ha akarsz, raksz még mellé highlightert, ha nem, nem. Én természetesen azért szoktam, de nem is feltétlen muszáj, tehát ezzel az egy termékkel ugye ki van váltva az is akár, és hogyha csak úgy egyszerűen meghaladjunk, meg mit tudom én, gondolkodni sincs kedved, akkor ez így teljesen jó választás. A másik, amiért nagyon szeretem, hogy még a tágporosú részeim ellenére sem mutat rajtam sem csúnyán, sőt, egyébként kifejezetten szép bőrképet tud csinálni. Úgyhogy ez kedvenc létére, drogéria létére isteni. Talán mondhatjuk, hogy a kedvenc pirosítom. Na most szájfény kategóriában, és direkt a szájfénnyel kezdem, és nem a szájceruzával, hogy fel tudjam rakni, és meg tudjam nektek mutatni. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvencem, imádom, nagyon hálás vagyok a létezésért. Ezt a Cosibellától kaptam egyébként PR ajándékban, és nagyon-nagyon megszerettem, ez az Amuse márka. Ugye koreai sminkeket mostanában tesztelgettem a Cosibella jó voltából, és ez a, úristen, melyik a színe? Amuse Girl 05-ös. Ez egy olyan szín, amilyen, hát ez egy ilyen fény igazából, de van egy pici színezettsége, és mindjárt meg is mutatom nektek, annyira gyönyörű szépen mutat szerintem a szájon, és ez nem annyira rózsaszín, mint itt fönn a sminkem, de pont azért választanám ezt és ezt az árnyalatot egynek, hogy legyen több opció, mert majd a ceruza és a rózs kategóriában viszont rózsaszínes elvet fogok választani, tehát hogy narancsosabb verzióm is legyen, választanám ezt. Ezt azért imádom, mert gyönyörű szép szájat csinál, gyönyörű szép kontúrt lehet vele csinálni, nagyon egyszerű használni, szerintem csodálatosan szép tényleg, és ápoló is közben, és hogyha magammal viszem, bedobom a táskámba, tükör nélkül, busz megállóban, bárhol, nagyon könnyen én tudom utánpótolni, egyébként még akár ehhez is megy. Csak ez nem kifejezetten, ez inkább narancsos, bár most így, mivel kicsikét narancsos ott a hátterem is, ezért szerintem most egész jó hozzáidumult. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ezt szerintem ez a number van most nekem ilyen szájfény, de azért kis szín van, de azért úgy valami kategóriában imádom, úgyhogy még egyszer ezzel hála a Cosibellának érte. Viszont ez most azért leszedem, hogy meg tudjam nektek mutatni a következő opcióimat. A kis karácsonyi mintás mi az zsebkendőmmel, azt is leszedem, és akkor a másik két opciót meg lehet, hogy felesben mutatom meg a számom, vagy nem is tudom, hogy csináljam, mert az egyik ceruza, a másikat meg ceruza nélkül kéne használni. És egyébként ez is érdekes, hogy ceruzát így ezek mellé, emellé a kettő mellé a rúzs mellé, meg az mellé a szájfény mellé én nem is használnék. Viszont, hogy legyen szájceruzában is egy kategória, ugye, ezért ezt a Maybelline Super Stay Ink Crayon-t fogom nektek mutatni, amit már használtam is videón is, ez a 90 Keep It Up, Keep It Me? Keep It Fun. Mindegy, a lépést is tartsátok meg, a fánt is. Szóval a lényeg az, hogy ez a Keep It Fun 90-es árnyalatban van meg nekem, és ezt már láttátok is. Ezt azért imádom nagyon-nagyon egyébként, mert bár ceruza, de önmagában is szép, fényt is lehet rárakni, rúst is lehet rárakni, és nagyon imádom az illatát, az állagát, mintha valami se a vajjal ápolgatnám a számot, miközben felrakom, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretem, és nagyon könnyű arra dolgozni is. Még így beszéd közben is egészen tűrhetően felraktam, és ennyi.
És akár nem is raksz rá semmi mást, és jó kis tartós is ahhoz képest. Jó, hát egy pörköltet ez nem fog kibírni, nem is arra van, de azért egyébként meg szerintem gyönyörű szép. Úgyhogy főleg az állaga miatt én ezt imádom. Nekem ez egy csoda termék szájceruza kategóriában. Viszont a másik oldalra meg egy sokkal erősebbet fogok felrakni. Ezt meg azért, ha csak egyet tarthatnék meg, ezt tartanám meg, és csak ezt a színt, pedig ez nem egy visszafogott szín, a Koi 20-as árnyalatban, mert ez az a szájfény, vagy rúzs, vagy minek hívjam, ez lip gloss igazából, de ugye rúzs erősségű, ami nekem az ilyen aduász, és abszolút megbízok benne, hogyha mennem kell, mert nem kell bulizni. Tehát, hogyha megyek az éjszakába, borkostolóra, akár buliba, akár egy étterembe, akár egy partiba, ahol tudom, hogy enni, inni fogok, és sokáig lesz fenn a rúzs, és nincs kedvem ellenőrizgetni, akkor ez nekem nagyon strapabíró. A kaját is ki szokta bírni. De azért erényesebb lenne nándulálni ezzel, mondjuk. Szóval, és egyébként gyönyörű a színe is. Egyébként elég hasonló is a kettő egymáshoz, úgyhogy nyilván nekem tetszenek. De lényeg az, hogy őt tartanám meg, akkor ha csak egy rúst választhatnék, mert rábízom tényleg az estémet. Úgyhogy ezért. És akkor végig is értünk, azt hiszem. Van még más termék, várjatok. Highlighter! Majdnem kihagytam a highlightert is, meg a bronzosítót is. Ez hogy történt? Bronzosítónak képzétek el, hogy csak kizárólag bronzosítót kell megmondanom, választanom, akkor még mindig, de már nem tudom mióta az Inglot Always the Sun 701 Glow verziója az, ami nekem számomra verhetetlen, és hát én ebből is most felrakok egy picikét, úgyhogy most is ezt tartanám meg, így ide valahova, mert ez egyszerre egy kis fényt is ad, meg egy kis melegséget is. Iszonyú szép színe van, nagyon szép bőrt csinál. Jó, hát nekem egyébként a fényes bronzosító az itt egy picit ciki, már tágporosú részeim vannak, de még azon sem annyira gáz, és egyébként olyan gyönyörű, tehát ez nekem abszolút number van már nagyon régóta. Kicsit kikenek belőle ide, hogy lássátok. Tehát ez egy ilyen pici aranyfényen rendelkező bronzosító. Ezt főleg nyáron szoktam ugye élni nagyon, de ha már külön bronzosítót rakok, akkor meg már legyen egy kicsit ilyen meleg barna, kicsit narancsos árnyalata. Ezt nagyon-nagyon, úgy, hogy lássátok is, talán kicsit raktam többet, és nem tudom, mi látszik belőle ugye a kamerán keresztül, úgyhogy kicsit most túltoltam. Na mindegy, de szerintem nagyon-nagyon szép, és én nagyon imádom ezt. Szóval, ha csak egy bronzosítót tarthatnék meg, akkor biztos, hogy ő lenne az, és igazából addig még nem nagyon ért a nyomába semmi számomra. Úgyhogy ez itt tartja magát, ez a múltkori, tavalyi évi videómban is benne volt az Inglottól. Highlightert csak azért mutatok kettőt, ha csak egytől tarthatnék meg, de tényleg azért, mert ez limitált kiadású volt, az egyik abszolút kedvenc highlighterem a MAC-től, a másik pedig egy állandó termék, és akartam nektek egy olyat is mutatni, ami állandó, és igazából a kettő közt amúgy sem nagyon tudok dönteni, de így nem is döntöttem el, mert így nem muszáj, mert... Na. Szóval a lényeg az, hogy a MAC-től ez a Wrapped, jaj, majdnem elejtettem, Wrapped in Gold Extras Dimension Skin Finish Powder Lumiere, a teljes neve, ez egy tavaly előtti karácsonyi kiadású termék volt, és ezt azért is szerettem nagyon egyébként. A Bubble and Bow, vagy nem is tudom, mi volt a neve, készítettem róla videót. De lényeg az, hogy azért is turvasztni már Universe Brush, tehát azért is szerettem nagyon, mert ugye ez egy picit rózsaszínes is, amellett, hogy aranyos is, és nekem az ugye az abszolút színvilágom, és szerintem gyönyörű szép. Ezt nagyon szerettem meg, hát a csomagolását is, a kis masnikat benne, és az egészet. Viszont ez nem kapható már, úgyhogy emiatt akartam nektek megmutatni egy másikat is. Leszedek innen az ecsetről gyorsan, amit csak tudok, és akkor a Rare Beauty-nak viszont ez a Mesmerize nevű színe, ami
Eleve ez a kiszerelés, tudjátok, ez a kis domború, úristen, gyönyörűség tényleg, nem is tudom, minek hívjam. Na ez a másik nagy kedvencem, ennek egy kicsit ugye más a színe, igazából már megint nagyon sokat ütnem fel. Szóval nagyon jól kihasználható, mert azért nem annyira rózsaszín, mint például az előzőleg felvitt meg, és akkor ez ugye több mindenhez megy, úgyhogy egyébként lehet, hogy ha csak egyet tarthatnék meg, akkor emiatt amúgy is ez lenne. Jó, tudjátok, mit legyen ez? Igen, mert ezt kihasználtam most, hogy így átgondoltam, mert ha nem rózsaszín sminket csinálok, azzal az egy palettával is tudok csak barnát mondjuk, meg ezüstöt is, amit mondtam, a Charlotte Tilbury, ha csak azt tartanám meg, akkor ugye ez a kihasználható. Úgyhogy akkor ő maradna a Rare Beauty-nak ez a highlightere. Na most a végére értem, mindent mondtam, minden sminktermelyiket. Fixáló, fixálót még nem. Fixáló sprém, igazából bevallom őszintén olyan nagy kedvencem nincsen, mert én már sokszor mondtam nektek, hogy én abban hiszek, hogy minden mást kell jól megcsinálni, és nem a fixáló fogja a helyén tartani. Ennek ellenére azért van nekem, de én csak akkor szoktam rakni, ha vagy nagyon tudom, hogy most fú, reggelig ki kell bírnia, vagy nagyon fogok izzadni, vagy mit tudom én, tehát extrém körülmények között. Egyébként a mindennapi sminkjémre nem feltétlenül rakok fixálót. De ha egyet kéne választanom, akkor ez a MAC lenne, amit megtartanék, ez a Fix Plus, Prime Plus, Fix Plus, sose tudom a nevét ennek sem, mindegy, szóval ez, mert ez jó smink alapnak is, fixálásnak is, meg felfrissíteni is egy kicsit a sminkedet, úgyhogy én most ezt fogom rárakni, ezt a permetet, de egyébként meg, ja, meg ezt arra is tudod használni, hogy esetleg az ecsetet lefújni, hogyha mondjuk azt szeretnéd, hogy intenzívebb legyen egy eyeshadow, vagy kenhetőbb, vagy ilyesmi, tehát hogy olyan kis több funkciós, úgyhogy azért is szeretem. Meg primernek is, tehát hogyha tényleg csak nagyon laza primert, nem akarsz hidratáló krémtől kezdve, csak nem tudja mindent felrakni, akkor csak ezzel lefújod az arcodat egy picit. Vagy arra hidratálsz rá, és aztán alapozol, arra is jó. Tehát egy ilyen kis előkészítő, prepnek is tényleg, nem csak primer helyett, hanem ilyen minden előtt előkészítőnek is jó. Szóval ez lenne akkor még, amit megtartanék szerintem, így fixáló téren. És azt hiszem ennyi, ugye? Na, hát elkészült a sminkem. Can you feel the attraction? Feel the attraction. Can you feel it between us? This energy's inside us again. Na, hát elkészült a sminkem, egyébként most nézem, hogy nem volt eddig még a nyakam kint, és innentől kezdve tök más színe van a bőrömnek is, nem csak az alapozónak, amit most nem vittem le idáig, ugye, hanem eddig hófehérke vagyok, mert eddig szokott ki lenni a nyakam, ugye, és mostanában már azért ért a nap. Na mindegy, szóval ezt itt nézzétek el nekem, majd így fejezem be a videót. Tehát lényeg az, hogy ezek az abszolút kedvenc termékeim most jelen pillanatban, és azért ezekkel elég jól el tudnék karistolni, és még variálási lehetőségem is lenne, ha csak ezeket tartanám meg, semmi mást. De azért kíváncsi vagyok, hogy majd érdekelteket az a videóm, amikor megmutattam, hogy egy héten át melyik nap miért azt viselem, amit éppen viselek, attól függően, hogy állatkertbe megyek, vagy épp esti borkóstolóra. Szóval, hogyha érdekelteket, majd azt is nézzétek meg mindenképp. Egyébként pedig köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok fel a csatornámra, és legyen gyönyörű szép napotok, és mindenképp írjátok meg, hogy nektek ezek közül a termékek közül melyik, ami bevált, nem vált, miért vált be, ha nem vált be, milyen bőrötökre, stb. Úgy részleteket is írjatok. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, legyen csodás napotok, sziasztok!